Tisztelt közgyűlés, tisztelt polgármester úr! Nem fogom tudni támogatni ezt a rendeletet, és egyébként erre kérem önöket is. Itt van egy nagyon fontos rendeletünk, a lakásfenntartási támogatás, ahol a jogosultság feltételeitről beszélgetünk, és azt mondjuk, hogy az kapjon lakhatási támogatást, ahol az egy fűre eső négyzetméter, az 6 négyzetméter, tehát legalább jusson megfelelő terület egy-egy emberre. Az gondolom, ez nem új dolog. Tehát a börtönben a rabok azért nyerik Magyarországon a pereket, mert nem jut számukra elegendő négyzetméter. Ha valaki otthon állatot tart, akkor pontosan tudja, hogy az is szabályozva van, hogy egy állatnak gyakorlatilag mekkora területre van szüksége. Ha ezt kivesszük, akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy olyan előterjesztést támogatunk, ahol teljesen mindegy, hogy például mondjuk egy gyermeknek mekkora, hány négyzetméter jut. Vagyis ez a rendelet, ez pontosan azt mondta, és azért jött létre évekkel ezelőtt, hogy ne lehessen 8-10-12 gyermeket egy fáskamrába besuppolni. Ez ennek a lényege. És arra kérem, és először fideszes képviselőtársaimra nézek, hogy legyenek szívesek, önök se támogassák ezt a rendeletet, hiszen Magyarország kormánya Európában mindig arra hivatkozik migrációs kérdés tekintetében, hogy a magyarok dönthessék el, hogy kivel és milyen feltételekkel akarnak együtt élni. Én azt gondolom, hogy a miskolciaknak legyen joga eldönteni, hogy az adóforintjaikból kiket és milyen feltételekkel támogatnak. És másodszor pedig nézek a városvezetésre, önök mindig szóban szembe mennek a kormányzattal, ezt most bátran megtehetik, szembe mehetnek a kormányhivatallal, tettekben is úgy, hogy nevet nyomnak erre. Mert még egyszer mondom, tehát ennek a rendeletnek az a lényege, hogy annak adjunk támogatást, ahol legalább a 6 négyzetméter például a gyermekek számára biztosítva van. És ami nagyon fontos, azt gondolom, hogy a miskolciak dönthessék el, hogy az adóforintjaikból kiket és milyen feltételekkel támogatnak. Köszönöm.